fogadja szeretettel, hogy adjam át. Simándi József özvegye, Hegedűs Judit balettművész vette át a Hegyvidék díszpolgára kitüntetést Pokorni Zoltán polgármestertől. Amikor megkaptam levelét, melyben közölte szándékát a mai nappal kapcsolatban, igen mélyen érintette az egész családot. Ahogy már elhangzott, 3 gyermekünk, 10 unoka, 2 dédunoka van jelen. Simándi József 34 évig élt családjával a Mártonhegyi úton, ahol 1997-es halála után 2 évvel emléktáblát helyeztek el. Pokorni Zoltán polgármester szerint régi adósságot törlesztett a Hegyvidéki Önkormányzat a díszpolgári cím adományozásával. Ne felejtsük el, illetve használjuk arra is, amit egyébként a művészetükkel is adtak, hogy összeköt bennünket, egy közösségi formál bennünket, hogy ne csak itt élő adófizetőként tekintsünk magunkra, hanem olyan embereknek is, akiknek van közös emléke, közös művészi élménye, és Simándi mindenképpen ilyen volt. Az ünnepségen több zenés produkció is felcsendült, fellépett többek között a Felső Krisztina Városi Plébánia kórusa, amelyben Simándi József 6 unokája is énekel. Mindenki tanul zenét, zongorát, hegedűt, a nagyobb gyerekeim, ők a népzene felé fordultak, a nagylányom az cimbalmozik, a nagyfiam az népibrácsázik. Simándi József 1916-ban született, jövőre lenne 100 esztendős. Erre az alkalomra a Magyar Állami Operaház a Simándi 100 programsorozattal készül. A MOM Kulturális Központ Simándi Józsefről elnevezett termében emlékkiállítás nyílt az ünnepség alkalmából. Az egyházközség és a környék lakóközössége számára egyaránt kikapcsolódást, megnyugvást nyújtó helyként szolgálhat a Szent Pió Atya tér Újbudán. Hangzott el a tér átadásán és megszentelésén. A Gazdagréti út és a Baradla utca kereszteződésénél lévő park korábban névtelenül állt, ám a Szent Angyalok plébánia kezdeményezésére megkapta az olasz szerzetes nevét az újbudai önkormányzat támogatásával. Egyik fontos szál, ami az ő életéhez kötődik, és Közép-Kelet-Európához kötődik, ugye ez II. János Pál pápának a személye, akinek a legendák szerint ő jósolta meg még fiatal korában, hogy egyszer pápa lesz. Pió atya nevéhez számos különleges esemény fűződik. A feljegyzések szerint különösen tisztelte a magyarokat az európai nemzetek között, mondta Szederkényi Károly plébános. Az életrajzírói szerint egyszer Mindszenti József bíboros cellájában is járt. Ez a közelség is, és ez a kapcsolat a magyarokkal, ezt úgy gondolom, hogy lelkesít, bátorít bennünket a mai nehéz időkben. És talán földrajzilag pedig most, ahol itt állunk a Szent Pió atya téren, azt is elmondhatjuk, hogy itt van a közelben a Mindszenti József bíboros tér, amit ugyancsak én kezdeményeztem annak idején, még Farkasréti plébános koromban. Pokorni Zoltán polgármester úrnál és Hegyvidék önkormányzatánál. A felújítás alatt álló Gazdagréti templomban kápolnát is elneveznek Pió atyáról, számolt be a plébános. Az új média műhelyel ismerkednek a Corvinus Egyetem hallgatói. A labort Karas Mónika, az NMHH elnöke, és Rostoványi Zsolt, az egyetem rektora adta át. Az új média kreatív műhelyt a legmodernebb eszközökkel szerelték fel. Itt nem csak a kiadványszerkesztést tanulhatják meg, de akár saját riportfilmjüket vagy weboldalukat is elkészíthetik. Egy olyan korban, amelyben a képek megelőzik a szavakat, a hírközlést, a művészetet, a tudományt és a hétköznapokat egyaránt átszövi, behálozza a technológia, ott a média elemi kifejező eszközé válik. A most átadott új média kreatív műhely a 7. olyan labor, amelynek létrehozását az NMHH támogatta. A 21. századi hatóságként szeretnénk láttatni a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságot, ahol a szabályozás és a kontroll feladataink mellé azt gondolom, hogy felelősségünk és kötelességünk a jövő generációinak a segítése, illetve a jövő szakembereinek, azoknak a meghatározó szakembereknek a képzése, akik akár a médiát, akár az infokommunikáció világát meg fogják határozni egy pár éven belül. Az új média műhely több mint 12 millió forintból jött létre.